A Benedekelek mesemondó verseny résztvevői közül ezúttal Kócsik Klaudia mutatkozik be a televízió nézőinek. Klaudia Arany László a Kisködmön című meséjét adja elő. Arany László a Kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jó mód paraszt ember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép, fiatal legény, lássad magával háztúz nézni. Mindjárt kínálták le tyúkkal, kaláccsal. Marját is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lemegy a leány, elkezdi vigyázni, melyik a legnagyobb fordul, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja. Amint ott vizsgálódik, szemébe ötlökött egy káposztáskő, a pince egyik oldalához támaszkoz. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez meg. Lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kis körmönt a vásárba. A kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül. A káposztáskő eldől, a kisfiút adonüti. Kire marad akkor a kis körmönt? Ezen a lány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászakra. Ott sír. Már odafönn nem győzték válni. Leküldte hát az ember a feleségét is. Ugyan, anyu, eredj le már! Nézd meg, mit csinál az a leány ennyire igapon a pincében. Talán nem volt fölöttel, azért nem mert feljönni. Lement az asszony, látja, úgy sír a leány az ászakra. Kér, hát téged mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondoltam jövendőbeli állapotomat. Azzal elbeszélte, mit gondolt hát el. Az asszony, amikor ezt meghallotta, leült a lánya mellé, ő is rendezte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül. Ennyi szötte vette, már bizonyosan a bort folyatták el? Elmegyek, megnézem, hová vesztek. Nem ment az ember is, még akkor is ott robogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy sem tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt. Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen? Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rénánk, mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe. Nem mentek neki mindent. Úgy annyira elkeserítették, az is közükül, segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket továbbválni, kapta magát, lehetett a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlünk, azok elmesélték neki. A kérő csak kicsiben volt, hogy haját nem vágta magát. Olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akarok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök. Elveszem a kentek leányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat ott hagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, vendegélt hetet-hét ország ellen. Talált egy ember, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a kannásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja. Hát Kent, atyafi, mit csinál azzal a dióval? Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom felhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. Na hát majd felszállítom én, mondja a kérő. Azzal elővett egy békát, fél óra alatt mind felholta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább megy vele. No, gondolta magában, akadtam már egy bolondra. Megint mendegélt, talált egy ember. Csak nézte, hogy mit csinál. De sehogy se tudta eltalálni. Kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be egy olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fáradozik Kent? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizony a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltatta. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét, csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom belé a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni. No hát van világossá teszem én, mondja a legény. Azzal elővett egy fejszét, vágott a házon két ablakot,
Az ajtót is nagyobbra vette, minden világos lett a ház. Legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta. No, gondolta magában, akadtam már második bolondra is. Megint mendegélt, talált egy asszony, aki a kis csirkéjét erővel dugdosta volna egy kupló alá. Megszólítja a legény. Hát, Kent, néném asszony, mit csinál? Bizony, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerte széjjel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit élő legyek velük? Na hát, én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kent azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dudosás nélkül is maga alá veszi őket. Az asszony nagyon megörült a jó tanácsra, mindjárt megadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult. No, gondolta magában, megtaláltam mind a 3 bolondot. Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a lány, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki könyvön, hanem azért a káposztás kő nem ütötte agyon. Én most is élnek, ha nem haltak.